Ezzel a dallal nyitották meg Kántorné Bódi Ilona tárlatát. Az eseményen Teleki Klára művészetpártoló elmondta, régóta barátok az alkotóval. Egy tényleg nagyon szoros barátság alakult ki közöttünk. Én azt mondanám, hogy nem sok változást tudok mondani. Ugyanaz a temperamentum, az az öröm az emberek felé, ahogy ő fordul, az is egy annyira példaértékű számomra. A tárlatot Herceg István festőművész nyitotta meg, aki úgy fogalmazott, az alkotó munkái sokszínűek és szakmailag kifogástalanok. Alkotó tevékenységet folytat, ami azt jelenti, hogy többféle technikával a környezetéből kiemel akár portrét, természeti környezetbeli motívumokat, épített környezetbeli motívumokat, és abból képet épít, üzen. Tehát gyakorlatilag üzen azzal, hogy a kéz öröme, az alkotás öröme létrehozni valamit, és én szerintem mindegyik munkáján látszik is ez az üzenet, a szeretet, az örömszerzés. A művész rajztanárként dolgozott a Szilágyi gimnáziumban, azonban csak nyugdíjba vonulása után 20 éve kezdett el alkotni. Számára a családi értékek a legfontosabbak. Olyan összetartó családunk van, és én mindig azt mondom, hogy a családban a gyerekek nevelése tényleg a szülőkön múlik. Hogy hogyan szólnak hozzájuk, hogy hogyan kapcsolják be a családi közösségbe őket, és hogy fordulhatnak-e hozzájuk bármilyen kérdéssel, és ez mai napig így van. A kiállítás április 9-ig tekinthető meg a Gárdonyi Géza Színházban.